A Raiffeisen Bank standja előtt beszélgetünk Takács Zsolt kereskedelmi és agrárfinanszírozási igazgatóval. Az első kérdésem az, hogy miért tartották fontosnak, hogy részt vegyenek ezen a rendezvényen? Köszönöm a kérdést, de először is nagy szeretettel üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Nekünk mi úgy tartjuk, hogy a hódmező vásári állatedésztési napok talán az agráriumnak a legnagyobb seregszemléje. Ez egy olyan rendezvény, ahol mi nekünk, mint az agrárium iránt elkötelezett finanszírozónak feltétlenül szükséges a jelenlétünk. Mi azt látjuk, hogy itt ez alatt a pár nap alatt gyakorlatilag sokkal több ügyféltalálkozót, leendő potenciális ügyfelekkel való beszélgetést tudunk lefolytatni, mint akár 2-3 normál hónap alatt az egész évben, hiszen itt nem kell autóba ülni, hogy egyes megyékbe külön ellátogasson. Itt vannak a partnereink, itt vannak leendő és meglevő ügyfeleink, akikkel tudunk kellemes hangulatban egy kis kínálás mellett a standunkon beszélgetni. Úgyhogy ahogy az elmúlt években, mi szeretnénk a jövőben is ezen a rendezvényen részt venni. Hogyan tudnál jellemezni a jelenlegi gazdasági helyzetet egy agráriumban tevékenykedőnek a szemével, szempontjából? Nincs könnyű helyzetben. Azt kell mondani, hogy a finanszírozási oldalról kettő mondanám a kihívásokat. Először is avval a helyzettel szembesülnek az agrárium szereplői, hogy az agrár termelésnek a költségei megemelkedtek, az agrár termékek ára jóval magasabbak, akár az input anyag, akár az outputok árai. Ez magával vonja, jóval nagyobb forgóeszköz finanszírozásra van szükségük, mint a korábbi években megszokták, akár 20-30-40-50%-kal nagyobb finanszírozási keretekre. Ehhez a Raiffeisen Bank mindig partnere lesz a gazdálkodóknak, hogy ezeket a kereteket tudjuk adni, ezekre szükség is van, és ezek szerencsére olyanok, hogy bár emelkedő kamatkörnyezetben dolgozunk, ezek megtérülnek, hiszen a működést teszik lehetővé. A másik oldalról viszont azt kell mondanom, hogy ami igazi kihívást jelent, hogy az emelkedő kamatrendben a mellett az emelkedő beruházási költségek, tehát mint egy ülő és kalapács közé szorultak az agrárvállalkozások, sokkal nehezebb most egy 5-10-15 éves beruházási döntést meghozni. Mégis én arra biztatom az agrárium szereplőit, ameddig még előrelátunk, és még léteznek azok a kedvezményes támogatott konstrukciók, nem sokáig, ameddig most tudunk látni, még amíg a fél évig még mindenképpen, tehát a kavosz termékek, vagy akár az Emzigmannak a fordulatermékek, ezt most igénybe kell venni, mert főleg, hogyha támogatással tudnak kombinálódni, akkor érdemes belevágni. De én megértem egyébként emellett az agrárium szereplőinek azt a dilemmáját, hogy ilyen emelkedő beruházási költségek mellett nehéz most meghozni egy hosszú távú beruházási döntést. Igen, de ugyanakkor ugye azt mondják, hogy most kell meghozni, mert hogy aki most előre tud lépni, az nagyon nagy versenyelőnyre tesz szert. Mi az, amit kiemelne a Raiffeisen szolgáltatásai, termékei közül? Miben egyedi a bank az agrárszektor számára? A termékeink közül kiemelném azt, hogy nálunk mindig minden államilag támogatott termék szinte rendelkezésre áll. Ezeket érdemes elsősorban választani, ha csak nem olyan helyzet áll elő, hogy ezekből nem lehet választani. Említettük már kavoszos, Exim bankos termékeket, de amik a jövőben megjelennek, állíthatom az ügyfeleknek, hogy nálunk gyakorlatilag elsőként fognak megjelenni a pulton. De nem csak ezt emelném ki, szerintem ami nagyon fontos, hogy kollégáink az egész országban, a fiókhálózatokban nagyon felkészültek. A kisvállalati ügyfélkörben is már létrehoztunk egy dedikált referensi hálózatot, akik az agrártermékeket értik ezt az ügyfélkört, ennek a szerepét. Mi egyébként egész ágazatban gondolkodunk, agribizniszben, ami azt jelenti, hogy nem csak a mezőgazdasági szűk termelés, hanem a feldolgozást, az élelmiszeripari, az kapcsolódó ágazatoknak az egészét, hiszen gyakorlatilag így szabad csak finanszírozni, hogy látjuk az elejétől a végéig a tevékenységet, ezek nem elkülönülő részek. És még harmadikként azt szeretném mondani, hogy amiben mindig különösen jók voltunk, hogy egyedi testre szabott konstrukciókat tudtunk kínálni az egyes ügyfelekre. Tényleg nem oroszborotva módja, vagy nem egy kaptafára húzott termékpalettával dolgozunk, hanem az ügyfelekkel együtt gondolkozva, az ők megelégedésük mellett nyújtunk termékeket.